Bara Éva szerencsi művész alkotásaiból nyílt tárlat április 29-én délután a tarcali hatputtonyos borfaluban. Az ünnepélyes eseményre érkezőket Szakos Anna zenével köszöntötte. Baracskai László üdvözölte a jelenlévőket, majd örömét fejezte ki, hogy sok tarcali érdeklődik a képzőművészet iránt. A község polgármestere emlékeztetett arra, hogy a tarcali borfaluban Schlosserné Bátori Piroska után ismét a szomszédvárból Szerencsről hívtak festőt, aki bemutathatja munkásságát a nagy közönségnek. Baracskai László többek között arról is szólt, hogy a festmények középpontjában a szem áll, ami az emberi lélek tükre, melyben minden érzés visszatükröződik. A polgármester beszédét követően Bliszkó Renáta mutatta be az alkalomra készített műsorát. Csak májpak nézd, mert hossz van díja. Nézd díjbe, mert du majd az örbé. Én műde, mert du lesz visszöbé. Mind összés, mert du már vasszabé. Du bist für mich, mein zweiter Szét. Nézd díjbe. Bara Éva alkotóval a helyi művelődés szervező Drozda Aranka beszélgetett. Az érdekes diskurzusból a jelenlévők megtudhatták többek között a művek születésének titkait, és azt is, hogy miért fest gyermekportékat. Bara Éva felidézte, hogy a képzőművészet iránti szeretete 20 évvel ezelőtt kezdődött, egy lakásfelújítás alkalmával saját magának készített képet a szobájába, mivel nem tetszettek a korábbi képek a falon. Az alkotó ismertette, hogy tehetségét nagymamájától örökölte, amiért nagyon hálás a sorsnak. A diskurzusban elhangzott, hogy különleges ablaktechnikával készülnek a képek, ami azt jelenti, hogy a portrék az emberi szemnél indulnak ki, mivel azt tartja a kép legfontosabb mozzanatának. A festő legkedvesebb képe a lány fülbevalóval, mert az alkotás komoly munkát igényelt. Az érdeklődők azt is megtudhatták, hogy a legkedveltebb témája a művésznek a gyerek, hiszen bennük van a jövő, és ők a legtisztább teremtések a Földön. A beszélgetés után Gyenge Ádám zongorajátékával köszöntötte a kiállítót. A képek tartalmában, hangulatában, szuggesztivitásában a maradandót, a hiteleset fedezhetik fel a szemlélődők, akik közül többen a széphez és annak igazi forrásához vezető útra is rátalálnak. Bara Éva ez alkalomra vízfesték és tempera kombinációjának alkalmazásával mutatkozott be a tarcali hatputtonyos borfalu kiállító termében.